Kis ház, nagy kert. Sok zárt kerti ingatlanban laknak, életvitelszerűen tulajdonosaik. Ezeket át kell soroltatni a földhivatalokban. Tavaly november 30-án lépett életbe az az új kormányrendelet, ami alapján 2016. december végéig díjmentesen lehet átminősíteni ezeket. Nem csak a felépítményen rendelkező zárt kerteket lehet átminősíteni, hanem az épület nélkülieket is. Ezekre a területekre eddig építési engedésem kaptak a tulajdonosok, így értékesíteni is nehezenben tudták azokat. A Nyíregyházi földhivatali osztály illetékességi területéhez 60 település tartozik. Itt több mint 3200 hektárnyi termőföldet érint a változás. A Nyíregyházi Járási Hivatal illetékességi területén egyébként 27.600 darab körülbelül a zárt kerti ingatlanok száma. A Tulajdonosok megismerték ezt a jogszabályváltozást, ami 2015. november 30-án lépett hatályba, és az a tapasztalatunk, hogy a tavalyi évvégi kb. 40 darabszámú kérelem az január-februárban közel 600-ra változott. Az átkerti ingatlanokra hitelt sem kaphatnak a tulajdonosaik, és fedezetként sem fogadják el a hitelintézetek. Az átminősítés ezen is segíthet. Ráadásul tavaly az összes díj és illetékára elérte a 150 ezer forintot. Idén viszont ingyen elkészítik az átírást. Az átminősítéssel ezek az átkerti ingatlanok kikerülnek a földtörvény hatája alól, ezért könnyebben értékesíthetőek, tehát nem kell a kifüggesztéssel és ezekkel a procedúrákkal a hat hónapos eladással számolni, hanem gyakorlatilag a normál átfutási idővel 30 napon belül el lehet adni. E, attól függően, hogy van-e rajta építmény vagy nincs, ez a hitelezés szem, szempontjából is e, pozitív hatással van ez az átminősítés ezekre a típusú ingatlanokra. Az átminősítést követően az adott zárt kertek művelés alól kivont, zárt kerti területként kerülnek majd be az ingatlan nyilvántartásba. Az átminősítési kérelmet a földhivatalnál kell elindítani, az ingatlan fekvése szerinti illetékes járási hivatalnál. Egyedül a soron kívüli eljárásért kell fizetni, ingatlanonként 10 ezer forintot.